elsősorban azért mondok neked köszönetet, Uram, mert úgy akartad, hogy én a semmiből lett lény, végtelen irgalmat szerint keresztény, méghozzá katolikus születtől születtem, a március 21-én házunk Marsi kastélyában nevezettél ebbe a nyomorúságos életbe. Majd ezt követően a Szent Keresztség által lemosván a bűnt, megyen fogadtam, megtisztultam, fiaid sorába fogadtál. A középkorban maga a község és így a templom is többször cserélt gazdát. Volt a Sárospataki és a Sátoraljaújhelyi vár tartozéka is, 1552-ben úgy említik, mint a Sátoraljaújhelyi református egyháznak a Leány egyház filiája. Körülbelül 80 évvel később a községbe prédikátorokat küldött a falu akkori úrnője, Lórántfi Zsuzsanna, első Rákóczi György erdélyi fejedelem özvegye, és így a Leány egyházat anyásította, és a templomot is a reformátusoknak adományozta, mert a lakosság nagy része a református hitre tért el. Ebben az időben az istentiszteleteket, a szolgálatokat a helybeli prédikátor és oskolamester végezte. A II. Rákóczi Ferenc Emléktársaság azzal a céllal alakult meg 1991-ben Borsiban, hogy az évszázadok során, de különösen a 20. században a történelem áldozatává vált várkastélyt megmentse és felújítsa. Az alapítók célja, hogy a szülőházat ismét múzeumként látogathassák a nagy fejedelem emlékét tisztelők. Az emlékünnepségeket és ifjúsági táborokat is szervező társaság szívesen fogadja tagjai közé mindazokat, akik céljaikkal egyetértenek. II. Rákóczi Ferenc szülőháza udvarában vagyunk. A várkastély a 12. században épült, később a 4. Béla király Csűszkécsétnek adományozta. A várkastélynak volt még egy emelete, ami tüzész által tönkrement, ezt már a Rákócziak építették rá. És sajnos, hogy a 38-as évet már úgy élte meg, hogy csak egy elalak maradt az eredeti várkastélyból. A látható árkádák sem voltak meg, ez is 38 után épült, és hozzáépült a kelet-északkeleti szárnya. Tovább már nem volt lehetőség folytatni, mivel a II. Világháború megszakított. Amióta ez a II. Rákóczi Ferenc Emléktársaság működik, azóta az emberek, úgy a fiatalok, mint az idősebbek kezdnek a Rákóczi kultusz urán, a Rákóczi várkastély iránt érdeklődni. Egyre jobban. 1984-es év őszén már megjelentek itten pozsonyi rendszámú kocsik, eljöttek a helyszínelni, meggyőződni az valóságon, és már ősszel, november hónapban már jöttek a terrútók és szállították el az itteni raktárállományt, mivel a Kelet-Szlovákiai Múzeumnak volt itt a raktár lerakatja. Lényegében ez nyitotta meg a felújítási munkák első fázisát. A politikai változás megállította a felújítási munkálatokat, sőt bizonyos része fedetlenül maradt. Ez mindaddig nyitott volt, még a köztársaság elnök, a Havel úr nem járult hozzá egy félmillió koronával, és így lett befedve az észak-keleti része. Továbbá itten semmi nem mozdult, és így volt szükséges megint megismételni 1994-ben megint csak nemzetközi építőtábort, ahol kárpátaljaiak, erdélyek, lengyelek, magyarországiak, csehek, szlovákok, ifjúság találkozott, és körülbelül egy 50 terrútónyi szemetet, törmeléket kézi erővel pakoltak meg. Köszönöm.
nem voltam még 6 éves, mikor legelőször is végig sétáltam, és láttam a Rákóczi Múzeum tárlatát, és azóta nem tudok megszabadulni ezektől a gondolatoktól. Szeretném még megélni, most 65 éves vagyok, hogy visszaállítani a Rákóczi Múzeumot az eredeti formájában. Én erről nem mondok le. Eredetileg ez a gyönyörű szobor, ami kint áll a szülőház előtt, eredetileg Zólyom városfőtén volt felállítva, ahhoz tényleg után a szlovák nacionisták azt ledöntötték, felrúzóra tették és el kellett szállítani a legközelebbi mentődébe, ez Podolezóval. Ez nem történt meg, mert a sofőr egy bizonyos trükkel lerázta a kísérőjét, visszatért a rakományával és fölvitte a Zólyomi várba, ahol nagyon sokáig, mint gondnok, Balassa Géza tanár úr volt, és ezt a szobrot ottan dédelgették mindaddig, még be nem következett a politikai enyhülés, és a szobrot leszállították akkor Fülekre. Fülekre azzal a céllal, hogy Füleken felállítják a Füleki Múzeum udvarán, vagy netalán a gimnázium kertjében. Hát ez nem valósult meg, és így hivatalosan át lett szállítva, és 1969. május 31-én lett másodszor lelepezve ez a mellszobor, egy csodálatos és nagyon szép, és én köszönöm a sorsnak, hogy ezt így rendeztek. Háromtól 1711-ig Rákóczi élete természetesen összeforrt a Habsburg uralom ellenes szabadságharccal. Ennek Rákóczi szavaival az volt a célja, hogy az idegeneket kiűzzék a hazából. 1705-ben a Széchenyi országgyűlésen a szövetkezetrendek fejedelmévé, 2 év múlva erdélyi fejedelemmé választják. Az 1708. novemberében és decemberében tartott Sárospataki országgyűlésen Rákóczi egész beszédsorozatot mondott. A szabadságharc aztán elbukott, 1711. május 1-én a majtényi fegyverletétellel fejeződött be. Harmadik Károly császár Rákóczi híveivel együtt hazaárulónak nyilvánítja, és halálra ítélve. Ügyeink nem lettek volna menthetetlenek, ha bizonyos fajta kábula nem kerítette volna hatalmába az egész nemzetet. Főurak, nemesek, tisztek,
katonák nem gondoltak többé a háborúra, csak arra, hogy megmentsék vagyonukat, asszonyaikat, gyerekeiket. A Pozsony, Nyitra és Bars megyeiek élelmet és szállást tértek tőlem a szövetségi szerződés értelmében. Hogy ennyi rendetlenségen segítsek, összehívtam a szenátust és a megyék követeit Patakvárosába. A harmadik rend, azaz a nemesség és az egész katonaság nagy tiszteletet, engedelmességet és szeretetet tanúsított irántam, és csak az volt a sérelme, hogy a nagyok és a tábornokok szabadosságait nem büntetem meg szigorúan, rögtön az első, gyakran meggondolatlanul és kellő bizonyítékok nélkül emelt panaszokra. A közvélemény és a nép ítélete ugyanis nem mindig vette figyelembe az ügyek körülményeit és mindazokat a bajokat, amelyeket az elhamarkodottság, a meggondolatlan cselekvés, végül a szabálytalan és törvénytelen eljárás okozhatott. És mennyire kárhozatos lett volna, míg szabadságunk helyreállításán dolgozunk, ha zsarnokian bánunk a nagyokkal és főúrakkal az osztrákok módjára. A törvények tiltják, hogy elítéljünk valakit, mielőtt meghallgattuk, és bűnéről kellően meggyőződtünk. Váradon gyaláznak, Bécsben kinevetnek, Ciberénél teszek omám, mondok egyet Kentnek. Urak, papok dőtét, ím eleget tűrtük, gyomrunkba a sok bánatot már eleget gyűrtük. Rákóczi, akárki jöjjön valahára, kígyóinknak eszek omám, lépjünk a nyakára. Én akkor 26 éves voltam. Minden katonai tapasztalat nélkül s a politikát és történelmet is csak elég felületesen ismertem. A hiányokat és a hibákat észre tudtam venni, de talán nem tudtam kijavítani. Bevallom tehát, hogy vak voltam és világtalanokat vezettem. Bárki ítél majd ezek alapján a magyar ügyekről. A háború szerencsés kezdetét az ellenség túlzott elővigyázatának tulajdonítja, annak haladását a rosszul ellátott és még rosszabbul védett helyőrségeknek és váraknak, s végül szerencsétlen kimenetelét a nemzet tudatlanságának, tapasztalatlanságának, annak, hogy hiányzott a fegyver és a pénz, tehát a háború idegzete. Visszautasítom a rágalmakat, és felderítem az igazságot. De nem az embereket vádolom a nemzet szerencsétlenségeiért, hanem fölismerem, hogy a mostoha apák uralkodása vasvesző volt mennyei atyám kezében, és igazságosan sújt vele. Isten engem használt föl méltatlan eszközül, hogy felébresszem a magyarok szívében azt a szabadság szeretetet, amely úgy látszott kihűlt, és hozzászokott a bajokhoz.
Rákóczi előbb Lengyelországban, 1713-tól pedig Franciaországban él. Majd 1717-ben politikai diplomáciai tervekkel érkezett Törökországba. Itt fejezte be jelentős bölcseleti munkáit, emlékiratait és vallomásait. 1735-ig, haláláig Rodostóban élte a száműzöttek életét, fűtársai, köztük Mikes Kelemen körében. Édesnéni, hálá légyen az Istennek, mi ide érkeztünk szerencsésen Franciaországból. A fejedelmünknek, Istennek hálá, jó egészsége volna, hogyha a közfény búcsút akarna tőle venni. De reméljük, hogy itt a török ájjel előzi. Édes néni, mi jó a földön járni. Látja két, még Szent Péter is megijedett volt, amikor a vízben sipadoztak a lábai. Hát mi bűnösök, hogy ne félnénk, amidőn a hajónk olyan nagy habok között fordult egyik oldaláról a másikra, mint az erdélyi nagyhegyek. A hajóban az a szűkeren való rengetés, hánykódás a főt elbódítja, a gyomrot felkeveri, és úgy kell tenni, valamint a részeg embernek, aki a bort meg nem elészteti. Amitől tartottunk, abban már benne vagyunk. Az Isten árvaságra téve bennünket, és kivéve ma közülünk a mi édes urunkot és atyánkat, 3 óra után reggel. Ma nagypéntek révén mind a mennyei, mind a földi atyáinknak halálokat kell sírnunk. Amicsoda életet élt, és amicsoda halála volt, hiszem, hogy megmondották néki. Ma velem lész a paradicsomban. Rákóczi temetkezési helye a 19. század végéig ismeretlen volt, mivel a mohamedán vallási előítéletek miatt titokban volt eltemetve. A magyar kormány által kiküldött bizottságok többször is megpróbálták felkutatni temetkezési helyét, de sikertelenül. Míg végül 1889-ben a 4. küldöttség munkáját Tari Kálmán történész vezetése alatt, ki egész életét a kuruckor tanulmányozásának szentelte, sikerkoronázta. 1905 és 1906 között szervezték meg Rákóczi Ferenc hanvainak és az eredeti rodostói ház egyes részeinek hazaszállítását. Hanvainak elhozása véget elzarándokolnánk szívesen. De hol tette fel a földbe téged? Hol sír? Nem tudja senki sem. Szám kiűztek nemzetet kevéből. Szám kiűzve volt még neved is. És bedölt sírod a század terhétől, mely fölötte fekszik, mint pajzs. Amikor első Ferenc József 1904 áprilisában semmisnek nyilvánította azt a császári rendeletet, amely Rákóczit és társait árulónak nyilvánította, lehetővé vált hazahozataluk Magyarországra. Kezdeményezője és főszervezője a hazahozatalnak Tari Kálmán volt. Egész Magyarország ünnepelte a tetemek hazaszállítását 1906. októberében. A fenséges halottak földi maradványait Törökországból a Kelet nevű hajón a román Konstancába és onnan külön vonattal Budapestre szállították, ahol október 28-án a Szent István Bazilikában folyt le a gyászszertartás és az ünnepélyes gyászmenet. A következő napon, október 29-én Kassán tartották a fényes temetést. A szertartás után gyászkocsikon átvitték a koporsókat a Szent Erzsébet székesegyházba, ahol az északi kripta lett utolsó nyughelye II. Rákóczi Ferencnek, fiának Józsefnek, anyjának Zrínyi Ilonának és társainak a száműzetésben Bercsényi Miklósnak, Eszterházi Antalnak és Siprik Miklósnak.
kassai Rákóczi kultusz az 1906-os eseményeket követően sem volt ki. Folytatódott és intézményesült a Rákóczi relikviák gyűjtése. Azt is elhatározták, hogy az 1905-ben a városba hozatott eredeti elemek, mint például az ebédlő bútorzat, felhasználásával felépítik a rodostói Rákóczi ház hiteles mását, az úgynevezett kassai rodostót. A Hóhérbástya udvarán található rodostóház, ahogyan Turcell Lajos írja, Kassa egyik legnépszerűbb múzeális értéke volt. És aztán az 1918 utáni emlékmű rombolások, eltávolítások idején tűnt el. Szétszedett alkatrészeit csak a 30-as évek második felében találták meg, egy kassai ház pincéjében. A rodostóház festett bútorai és a használati tárgyak mind-mind a fejedelem kezenyomát viselik. Kalandos sors után végül 1991 óta látogatható múzeum. Akik ebben az országban az öreg Rákócival jöttünk, azok közül csak én maradtam. Az első levelemet, amit ön a nénémnek írtam, 27 esztendős voltam, eztet pedig 69-ben írom. Ebből kiveszek 17 esztendőt, a többit bújdosásba töltöttem. Ne kívánjunk egyebet az Isten akaratjánál, kérjük az üdvösséges életet, a jó halált és az üdvességet. És aztán megszűnünk a kéréstől, mind a bűntől, mind a bujdosástól, mind a telhetetlen kívánságtól. Ámen.